27. fejezet Egy hét telt el, melynek minden napját Edgar Linton állapotának bajós változásai tették emlékezetessé. Most már egy-egy óra annyit rontott állapotán, mint azelőtt egy-egy hónap. Szívesen letagadtuk volna az igazságot Ketrin előtt, de értelmének élénksége lehetetlen tette az alakoskodást. Titokban tépelődött a szörnyű lehetőségen, mely lassan bizonyossággá érett már. Mire beköszöntött a csütörtök, nem volt szíve célzást tenni a sétalovaglásra. Én nem emeltem szót helyette, és megkaptam a felhatalmazást, hogy szabad levegőre kényszerítsem, mert a könyvtár, ahol gazdám minden nap eltöltött egy kis időt, azt a nagyon rövid időt, amíg fennbírt maradni, és apja szobája lettek Ketrin egyedüli birodalma. Valósággal lelkifurdalást érzett, mikor nem hajolt a párna fölé, vagy nem ült mellette. A virrasztás és a fájdalom megsápasztották, úgyhogy gazdám szívesen küldte erre a kirándulásra, melyel szerencsés levegő és környezetváltozást vélt neki nyújtani. Megvigasztalta a gondolat, hogy halála után Keti már nem lesz egészen egyedül. Volt egy rögeszméje, melyet néhány elejtett megjegyzése tárt fel előttem. Mégpedig az, hogyha unokaöccse külsejében hasonlít rá, Valószínűleg hasonló lesz lelkiekben is. Lindon levelei ugyanis jellemének fogyatékosságaiból keveset, sőt, semmit sem árultak el. Én viszont megbocsátható gyengeségből tartózkodtam attól, hogy helyreigazítsam tévedését. Arra gondoltam, mi haszna is származnék belőle, ha utolsó perceit olyan közlésekkel zavarnám meg, melyeket sem ereje, sem alkalma nem lenne gyakorlatilag hasznosítani. Délutára halasztottuk látogatásunkat. Az aranyló augusztusi délutánon a magaslatokról érkező szellő úgy teli volt élettel, hogy attól még a haldokló is új erőre kapott volna. Ketrin arca rokon volt a tájjal, melyen derű és árnyék sűrűn változtak. De az árnyak lassan hosszabbak lettek, és a fényfoltok mind suhanóbbak, és a szegény kis szíve már azt is felrodta magának, hogy egy-egy pillanatra megfeledkezett gondjairól. Lintont ugyanazon a helyen pillantottuk meg, ahol előző alkalommal várt bennünket. Fiatal úrnőm lepattant a lóról, és mivel elhatározta, hogy csak egészen rövid ideig marad, megkért maradjak a lovon, és tartsam a póni kantárját. Nem egyeztem bele, nem akartam vállalni a kockázatot, hogy csak pillanatra is szemem elől veszítsem, akit a gondjaimra bíztak. Együtt kapaszkodtunk hát fel a hangaborított a domboldalon. A fiatal Heathcliff most élénkebben fogadott bennünket. De ez nem a jó kedv, nem is az örömélénksége is és lendülete volt. Inkább a féleleméhez hasonlított. Késő van már, mondotta kurtán és erőltetetten. Nagyon beteg az édesapja? Már azt hittem, nem fog eljönni. Miért nem vagy őszinte? Kiáltott fel Ketrin, nem is köszöntve unoka öccsét. Miért nem mondod meg kereken, hogy nincs rám többé szükséged? Furcsa dolog, Linton, hogy másodszor kéredsz ide magadhoz, nyilvánvalóan azért, hogy mindketten gyötrődjünk, semmi egyébért. Linton összerezzent, és félig könyörgő, félig szégyenkező pillantást vetett felé de ketinek nem volt elég türelme, hogy tovább tűrje ezt az érthetetlen viselkedést. Igen, apám nagyon beteg, felelte. De miért is hagytam el beteg ágyát? Miért nem írtál, hogy felolj ígéretemtől, mikor nincs kedvedre, ha megtartom azt? Igen, magyarázatot kérek. Játék és tréfa távol áll most tőlem. Nincs ma vesztegetni való időm a maga kényeskedéseire. Az én kényeskedéseim, mormogta. Ugyan mik azok? Az Isten szerelmére Ketrin, ne vágjon ilyen szomorú arcot, vessen meg, ahogy akar, Aljas, gyáva, szerencsétlen lény vagyok. Megérdemlek minden megvetést. De ne büntessen a haragjával. Gyűlölje az apámat, és elégedjék meg nálam a megvetéssel. Ostobaság, mondatta Ketrén ingerültem. Milyen buta, milyen ostoba fiú! hogy remeg, mintha attól félne, hogy valóban megütöm. Szükségtelen könyörögned a megvetésért. Enélkül is megkaphatod bárkitől. Menj innét, visszamegyek haza. Őrültség volt elhívni téged a tűz mellől, hogy úgy lássék. Hogyan is? Engedd el a ruhámat, ha szánalmat éreznék a siránkozásod és ilyet arcod miatt. Vissza kellene utasítanod az ilyen szánalmat. Ellen, mondja meg neki, hogy szégyenletesen viselkedik. Kelj fel, és ne alacsonyod le, csúszómászóvá, hallod? Ugyanis Linton könnyezve és kimba torzult arccal a földre vetette magát. Úgy látszott, kimondhatatlan félelem súlya alatt vergődik. Ó, zokogta, nem bírom tovább, Ketrin, Ketrin, én is áruló vagyok, s meg sem merem mondani magának. De megöl, ha elhagy. Drága Ketrin, a maga kezében van az életem. Azt mondott, a szeret, és ha szeret, talán nem lesz olyan nehéz magának. Ugye nem megy el, drága jó Ketrin, és ugye beleegyezik, akkor legalább megengedi, hogy magával hallhassak meg. Ennyi gyötre nem láttára, Keti lehajolt, hogy felemelje. A régi türelmes gyengétség érzése most erősebb volt, mint az elégedetlenségé mélységesen meghatódott és megrendült. Mi egyezzem bele? kérdezte. Abba, hogy itt maradjak. Magyarázd meg ezeket a különös szavakat, és itt maradok. Saját magadnak mondasz elent, és egészen összezavarod a fejemet. Csillapodj le, és légy nyugodt, és őszinte. Vaj be mindent azonnal, ami nyomja a szíved. Ugye nem akarsz bajba sodorni, Linton? Ugye? Nem engeded, hogy ártson nekem valami ellenség, ha meg tudod akadályozni. Azt hiszem, csak akkor vagy gyáva, ha önmagadról van szó, és nem árulnád el legjobb barátodat. De az apám megfenyegetett, mondotta a fiú lélegzet után kapkodva, és összekulcsolta a vékonyka ujjait. És úgy félek tőle, úgy félek. Nem merem megmondani. Nos jó, felelt Ketri megvető sajnálkozással. Tartsd meg a titkod. Én nem vagyok gyáva. Csak a magad biztonságára vigyázz, Én amúgy sem félek. Ez a nagy lelkűség könnyekre fakasztotta Lintont. Kétségbe esetten sírt, csókolgatta a kezeket, melyek tartották, és mégsem tudta összeszedni magát annyira, hogy beszéljem. Épp eltűnődtem, mi lehet ez a rejtély, és szilárdan feltettem, hogy nem engedem Ketrint, Lintonért vagy bárkiért is szenvedni, mikor zajt hallottam a bozótból. Felpillantottam, és Heathcliffet vettem észre, csak nem fejünk felett, amint aláereszkedett a dombról. Ügyet sem vetett két társamra, bár elég közel voltak ahhoz, hogy meghallja Linton zokogását, azon a szinte barátságos hangon üdvözölt, melyet csak velem használt, s melynek őszintesége felől már nem egyszer kételkedtem. Majd így folytattam. Örülök, hogy itt láthatom házamhoz így közel, Nelly. Mi újság Cross Az a hír járja, hogy Edgar Linton haldoklik. Talán túlozzák állapotának súlyosságát? Nem, gazdám valóban haldoklik, feleltem. Sajnos ez nagyon is igaz. Szomorú esemény lesz ez a mi számunkra, neki azonban valóságos megváltás. Mit gondol, mennyi ideig él még? Nem tudom. Azért folytatta, s olyan pillantást vetett a fiatalokra, hogy azok megdermettek belé. Linton nem merte felemelni a fejét, s így Catherine sem tudott megmozdulni. Azért, mert ez a fickó ki akarja játszani a terveimet. Hálás lennék a nagybátyának, ha jobban sietne, és még előtte eltávoznék az élők sorából. Hé régóta folytatja már a kölyök ezt a játékot, pedig megleckéztettem már néhányszor a sírás rívásai miatt. Jobbkedvű valamivel, ha együtt is Linton kisasszonynal? Hogy jobbkedvű-e? Nem, inkább mélységesen levertnek látszik, feleltem. Ha ránézek, úgy találom ágyban a helye, egy orvos kezei között, nem pedig itt a hegyekben a kedvesével. Egy-két nap múlva úgy is odajut, dörmögte hídkép. De addig is talpra, Linton! Ne vergődj itt a földön, talpra, ha mondom! Linton összecsuklott, újabb, leküzdhetetlen borzadás kerítette hatalmába. Valószínűleg apja pillantása alatt mert más aligha bírhatta erre a megalázkodásra. Többször megkísérelte, hogy engedelmeskedjék, de még maradék erejének is hiány volt ebben a pillanatban, és nyögve roskadt le újra. Heathcliff odalépett, és fia hátát a pázsitos domboldalnak támasztotta. Ennyen mondotta, és alig tudta visszatartani durvaságát. Mindjárt megharagszom. A tüstént erőt nem veszel magadon. Vigyen el az ördög, kelj fel, de rögtön! Igenis, apám, lihegte. Csak hagyjon kissé békén, mert menten elájulok. Legyen nyugodt, megtettem mindent, amit kívánt. Ketrin majd megmondja, hogy, hogy jó kedvű voltam. Jaj, maradjon mellettem, Ketrin, adja ide a kezét. Fogd meg az enyémet, szólt az apja. Állj föl, így. Most támaszkodj a karjára. Helyes, néz rá, még azt hiszi Linton kisasszony, én vagyok a megtestesült ördög, hogy ennyire fél tőlem. Legyen olyan jó, kísérje haza őt. Reszket, mint a nyárfalevél, ha hozzáérek. Linton, drága Linton, súgta fülébe, Catherine. Nem mehetek el veled abba a házba. Papa megtiltotta. Nem fog bántani. Mitől félsz ennyire? Nem tudok hazamenni, nem tehetem be oda a lábam többé maga nélkül. Megáll, kiáltott Heathcliff. Tartsuk tiszteletben Ketrin gyermeki érzelmeit. Nelly, vigye haza Lintont, és én mindjárt követem az orvosra vonatkozó tanácsot. Nagyon jól fogja tenni, feleltem. De nekem, urnőmmel kell maradnom. Nem az én dolgom, hogy a fiával törődjek. Maga nagyon konok, mindig is tudtam, hogy ilyen. Úgy látszik, azt akarja, hogy belecsípjek a kisbabába, és megrékassam. Különben nem lágyul meg iránta a szíve. Nos, jöjj hős! Hazajössz velem? Oda lépett hozzá, és meg akarta ragadni a csenevész gyereket. Linton azonban hátra hőkölt, és olyan eszelős kitartással könyörgött Catherine-nek, hogy kísérje haza, hogy az nem tudta többé visszautasítani. Bármennyire helytelenítettem, ezt nem tudtam megakadályozni, hogy elkísérje. De nem is bírt volna szabadulni Lintontól. Nem tudtuk elképzelni, mitől fél ennyire, de egészen megsemmisült a rettegésben, és láthatóan kevés hiányzott ahhoz, hogy eszét veszítse. Elértük a ház köszöbét. Ketrin belépett, és én kint maradtam, hogy megvárjam, amíg karszékébe vezeti a beteget. Azt reméltem, csak hamar vissza fog jönni, de hét klif befelé tuszkolta, és rám kiáltott. Nem pestis és a házam, Nelly. Ma vendéglátó kedvemben vagyok, üljön le, és engedje meg, hogy bezárjam az ajtót. Bezárta, és lehúzta a kulcsot. Elsápadtam. Majd meguzsonnáznak, mielőtt hazaindulnának. Egészen egyedül vagyok itthon. Háreton elment az állatokkal, Zila és Joseph pedig szórakozik valahol. Noha ha megszoktam a magánt, jól esik, ha akad néhány érdekesebb vendégem. Lintok, kisasszony, üljön le az úrfi mellé. Azt adom, amin van, az ajándék ugyan nem túlságosan értékes, de mással alig ha szolgálhatnék. Lintorról van szó. Mit bámul így? Furcsa dolog, hogyha feldühödöm azokra, akik félnek tőlem. Ha olyan országban élnék, ahol kevésbé szigorúak a törvények, és az ízlés nem ennyire kifinomult, esti szórakozású lassú kínhalállal végeznék mindkettőjükkel. Nagyot sóhajtott az asztalra sújtott öklével, és maga elé dörmögte. Pokolva velük, gyűlölöm őket. Én nem félek magától, kiáltott fel Ketrin, aki nem hallotta utolsó szavait. Oda lépett hozzá, fekete szeme elszánt, vad tűzben égett. Adja ide a kulcsot, mondta. Akarom. Nem eszem és nem iszom magánál, még ha éhen is kell vesznem. Heathcliff abban a kezében tartotta a kulcsot, amelyik az asztalon pihent. Felpillantott, elámulva ezen a merészségen, vagy talán Catherine hangja és külsője jutatta eszébe azt, akitől örökölte azokat. Catherine megragadta a kulcsot, és sikerült is félig kiszabadítani az ujjak közül, melyeknek szorítása engedett kissé. Erre azonban Heathcliff is felriadt, és visszarántotta a kulcsot. – -ho, félre, Catherine Linton, mert úgy földhöz vágom, hogy elendím beleörült üstént. Nem törődvén a figyelmeztetéssel Catherine ismét megragadta a kulcsot. Azért is elmegyünk, hajtogatta, s közben kétségbe esetten erőlködött, hogy szétveszítse az acélos izmokat. Látván, hogy körmeinek nincs hatásuk, fogát használta jó erősen. Heathcliff olyan pillantást vetett felém, hogy nem mertem beavatkozni. Catherine túlságosan el volt foglalva az ujjakkal ahhoz, hogy észrevegye Heathcliff arcának kifejezését. Hirtelen kinyitotta a kezét, és szabadon engedte visszaikodásuk tárgyát. De mielőtt Ketrinnek ideje lett volna magához kaparintania azt, megragadta szabadon maradt kezével, és öléberántva olyan hatalmas ütéseket mért oldalról a fejére, hogy ezek egyike is elég lett volna ahhoz, hogy fenyegetése megvalósuljon, feltéve, ha Keti el tudott volna esni. Ilyen öldögi vadság láttára dühösen odarohantam. Maga gazember kiáltottam, gazember! Egy ütés, mely ért, elhallgattatott. Elég testes vagyok, és nem egykönnyen akad el a lélegzetem. Az ütéstől és a dűtől kábultan tántorogtam visszafelé. Úgy éreztem, mindjárt megfulladok, vagy megpattam valamelyik erem. Alig két percig tartott a jelenet. Katrin, akit végre elengedett, halántékához szorította mindkét kezét. Úgy látszott, nem tudja, megvan-e még a fülei. Szegény kicsikém úgy remegett, mint a nátszál, s elfuladva támaszkodott az asztalnak. Amint látja, értek a gyerekek megfenyítéséhez, mondotta a gazfickó. Kegyetlenségétől eltorzult arccal, miközben lehajolt, hogy felvegye a kulcsot a földről. Menjen oda Lintonhoz! amint mondottam. És sírjon kedvére. Holnap az apósa leszek, és néhány nap múlva apja helyett az apja. Még bőven lehet része az ilyesmiben. Nem fogok fukarkodni az ütésekkel. Könnyen elviselheti, hisz elég erős hozzá. Minden nap megkaphatja a magáit, amíg ezt az átkozott dühöt látom csillogni a szemében. Keti nem Lintonhoz futott, hanem hozzám, és égő arcát ölemberejtve, kétségbe esett könnyeket hullatott. Unokatestvére testvére a pad másik végébe menekült, csendben maradt, mint egy egér, és biztosan boldog volt, hogy nem őt érte a büntetés. Heathcliff, mikor látta, mennyire nem tudunk magunkhoz térni, felkelt, és gyorsan elkészítette a teát. A csészék csészealjak már az asztalon álltak. Kijöntötte a teát, és átnyújtott nekem egy csészével. Ője bele a dühét, mondotta és szolgálja ki a kedvencét, meg az enyémet is. Nincs megmérgezve, noha én csináltam. Most megyek és megkeresem a lovaikat. Mikor kiment, első gondolatunk az volt, hogy módot keresünk a menekvésre. Megpróbáltuk a konyhaajtót, de be volt zárva kívülről. Sorra vettük az ablakokat. Túlságosan keskenyek voltak, még Ketrin karcsúsága számára is. Linton úrfi kiáltottam, látván, hogy valóban be vagyunk börtönözve. Maga bizonyára tudja, ördögi apja miben törje a fejét. Ha meg nem mondja nekünk, úgy felpofozom, mint ahogy ő felpofozta mint az unokanővérét. Igen, Linton, meg kell mondania, tette hozzá Ketrin. A kedvedért jöttünk ide, és csóf hálátlanság volna, ha meg nem mondanád. Adjon egy kis teát, megszomjaztam. Azután majd megmondom, felelte Linton. Menjen innét elendín, nem szeretem, ha itt settenkedik a közelemben. Ketrin, ne hullajtson könnyeket a teámba, így nem iszom meg. Adjon egy másik csészét. Ketrin egy másik csészét tolt elé, és megtörölte az arcát. Felháborította a kis folyankó hidegvére, most, hogy nem volt több oka aggódni önmagáért. A félelem, melyet odakönne lápon tapasztaltam nála, megszűnt, mihelyt a házba beléptünk. Arra következtettem ebből, hogy iszonyú düh zúdult volna a fejére, ha nem sikerül becsalnia bennünket. Most, hogy megoldotta feladatát, egyelőre nem kellett további bajoktól tartania. Papa azt akarja, hogy összeházasodjunk, folytatta, miután ivott néhány kortyot. Tudja, hogy a maga papája nem adná most beleegyezését, és fél, hogy meghalok, ha soká várunk, és így még holnap reggel meg kell esküdnünk. Itt marad egész éjjel. Ha megteszi, amit kíván, visszamehet holnap, és engem is elvihet magával. Hogy elvigye magával, maga kis nyomorult kiáltottam. És hogy maga házasodik. Ez az ember bolond, vagy minket néz annak. Azt hiszi, hogy ez a viruló, szép, erős fiatal lány hozzáköti az életét egy ilyen halódó majomhoz, amilyen maga. Abban a tévhit beringátja magát, hogy akad valaki, nem szólva Catherine Lintonról, aki elfogadja magát férjéül. Verést érdemelne már csak azért is, hogy ide csalt bennünket a komédiázásával, s a gyáva nyafogásával. Ne vágjon itt ilyen ostoba pofát, kedvem lenne jól kirázni magából gyávasságát és ostoba hiúságát. Meglöktem őt kisé, ami elég volt ahhoz, hogy rájöjjön a köhögés. Ismét a szokott jajbeszékeléshez és síres ríváshoz folyamodott. Úgyhogy ketrén végül engem szidott össze. Itt maradni egész éjjel, azt már nem, mondotta és körülnézett. Ellen, inkább felgyújtom ezt az ajtót, de kimegyek innét. Valóra is váltotta volna fenyegetését, ha Linton ismét félteni nem kezdi becsesön magát. Erőtlen karjai közé szorította, és azt zokogta. Nem kellek magának, és nem akar megmenteni. Nem akarja, hogy elmenjek magával Trash Cross Grinchbe. Nem szabad elmennie és itt hagynia engem. Engedelmeskednie kell az apámnak. Engedelmeskednie kell. Az én apámnak kell engedelmeskednem, és véget kell vetnem nyugtalanságának. Egész éjszaka mit fog gondolni? Rettentően nyugtalan lehet már most is. Kijutok ebből a házból, még ha össze is kell törnöm, fel is kell égetnem valamit. Maradjon nyugton, maga nincs veszélyben, de ha meg akarja akadályozni. Linton, apámat jobban szeretem, mint magát. A halálos félelem, melyel Heathcliff haragjától félt, visszaadta a fiúnak a gyávaság ékes szólását. Catherine szinte már nem volt észnél, mégis ragaszkodott ahhoz, hogy hazamehessen, és könyörgéssel próbálta legyőzni a másiknak önző félelmét. Közben azonban belépett raptartónk. A lovaik elfutottak, mondotta. Nos, Linton, már megint pityereksz. Mivel bántott meg? Vége legyen, hagyd abba, és menj aludni. Egy-két hónap múlva visszafizethetsz neki kamatos a zsarnokoskodásért. Ugye csak szerelem ész, semmi más. Nincs más választása, el kell, hogy fogadjon. Gyerünk az ágyba. Zilla nincs itthon, egyedül kell levetkezned. Csend legyen, szót sem akarok hallani. Ha szobádban leszel, nem foglak zavarni többé. Nem kell félned semmitől. Véletlenül elég tűrhetően szerepeltél. A többi az én dolgom. Beszéd közben kitárta az ajtót, hogy a fia kimehessen. Az úgy lopockodott ki, mint a fűrészed, mely attól fél, hogy alattomban bele akarnak rúgni. Heathcliff kulcsra zárta az ajtót, és a tűzhöz lépett, mely előtt némán álltunk fiatal úrnőmmel. Ketrin felpillantott és ösztönösen arca elé emelte a kezét. Házigazdánk szomszédsága kínos érzések emlékét ébresztette fel benne. Senki sem tudta volna érzéketlenül szemlélni ezt a gyermeki mozdulatot, ő azonban morcos arccal fölmet Ketire. Szóval maga nem fél tőlem. Jól titkolhatja a bátorságát, mert pokol ilyen ilyetnek látszik. De most igenis félek, felelte Mert ha itt maradok, papa nagyon szenvedni fog. Hogyan tudnám elviselni a gondolatot, hogy miattam szenved, mikor ő, mikor ő, Heathcliff úr, engedjen haza. Megígérem, hogy Linton felesége leszek. Papának is ez volt a szándéka, én pedig szeretem őt. Miért akar kényszeríteni arra, amit magamtól is megtennék? Csak merje rá kényszeríteni, kiáltottam. Hála Istennek vannak még törvények ebben az országban. Vannak bizony, bármi eldogott fészekben élünk is. Följelenteném ezért még az édes fiamat is, az ilyen bűnért pedig halálbüntetés jár. Csönd legyen, mondotta a gazember. Ördögbe a lármájukkal, nem kérdeztem a véleményét. Linton kisasszony a legnagyobb elégtétel lesz számomra, ha megtudom, hogy szenved az apja. Nem tudok majd aludni az örömtől, nem biztosíthat magának könnyebben 24 órai tartózkodást a tetőm alatt, mint azáltal, ha tudtam adja, hogy ez lesz a következménye. Ami pedig az ígéretét illeti, hogy Lintonhoz megy, gondom lesz rá, hogy megtartsa azt. Mert nem hagyhatja el a házat mindaddig, míg ezt az ígéretét nem teljesíti. Akkor elentküldj el apámhoz azzal a hírrel, hogy semmi bajom, kiáltotta Catherine keserű könnyek között vagy adjon össze bennünket most rögtön. Szegény papa azt fogja hinni, elvesztünk. Mit tegyünk? Éppen nem, felelte Heathcliff. Azt fogja hinni, megunta ő tápolni. és most szórakozást keres valahol. Nem tagadhatja le, hogy saját jó szántából tért be hozzám, s ezáltal megszegte feltételeit, melyek ezt eltiltották. Az csak természetes, hogy ebben a korban szórakozásra van szüksége, és belefáradhatott a betegápolásba, mikor csak az apjáról van szó. Catherine az ő legboldogabb napjai a maga születésével értek véget. Nem félek kimondani, megátkozhatta magát, mikor e világra született. Én minden esetre megátkoztam, és természetes lenne, hogy ismét megátkozza most, mikor ő távozik a világból. Én is ugyanígy cselekednék. Nem szeretem magát. Hogyan is szerethetném? Nos, írjon csak, Amint sejtem, ez lesz a maga fő szórakozása a jövőben, ha csak Linton kárpótolni nem fogja egyéb veszteségekért, melyeket más oldalról fog elszenvedni. Előrelátó atya azt hiszem ezt képzeli róla. Tanácsokkal és vígasztalásokkal teli levelein nagyon jól elszórakoztam. Az utolsóban azt ajánlotta az én kincsemnek, hogy viselje gondját az övének, és legyen jó hozzá, mikor sor kerül erre. Gondosság és jóság igazán atyai jó tanácsok, de Lintonnak szüksége is van minden gondoskodásra és jóságra. Nagyon jól tudja ő adni a kis zsarnokot, annyi macskát kínoz meg, amennyi jól esik neki. Csak húzzák ki a fogukat, és vágják le a körmüket előbb. Szép kis történeteket mesélhet a nagybátyának Linton jóságáról, mikor majd hazaengedem. Ebben igaza van, mondottam egy csak fel előttünk fia jellemét, mutassa ki hasonlóságát a magáéval, és azt hiszem, Keti kisasszony kétszer is meggondolja, amíg igent mond ennek a szörnyetegnek. Nem akarok most kitérni jó tulajdonságaira, felelte Heathcliff. Mert vagy igent mond, vagy itt marad fogjul, magával együtt, gazdája haláláig. Mindkettejüket itt tudom tartani, anélkül, hogy bárki is észrevenné. Ha nem hiszi, beszélje csak rá, hogy vonja vissza szavát. Meglátja, igazat mondottam-e. Nem vonom vissza a szavam, mondotta Ketrén. Még ebben az órában megesküszöm vele, ha utána visszatérhetek Trashcross Grange-be. maga kegyetlen ember, de nem a megtestesült tördög. Nem lehet, hogy puszta gonoszságból jóvá tehetetlenül tönkre tegye egész boldogságomat. Ha papa azt hinné, hogy kész hagytam el, és meghalna, mielőtt visszatérnék, hogyan tudnám elviselni az életet? Nem sírok többé, hanem térdre borulok maga előtt. S nem kelek fel, nem fordítom el tekintetem arcáról mindaddig, míg rám nem néz. Nem, ne forduljon el, tekintsen rám. Nem lát semmi olyat, ami ellenére volna. Nem gyűlölöm, nem haragszom magára, amiért megütött. Soha senkit sem szeretett életében, bácsikám. Soha. Végül mégiscsak rám kell pillantania. Úgy fáj, hogy nem esik meg rajtam a szíve, és nem tud megszánni engem. Vegye le rólam ezeket a hüllő ujjait, és kotrodjék innét, különben felrugom, ordított a és visszalökte durván. Inkább egy kígyó tekerjen körül, hogy az ördögbe jut eszébe így csúszni-mászni előttem. Utálom magát. Megrántotta a vállát és összerázkodott, mintha lúdbörözött volna a háta a keti érintésétől. Hátrébb húzta a széket. Felkeltem és szitokra nyílt a szám, de már az első szót belém folytotta Heathcliff azzal a fenyegetéssel, hogy ha egy szótaggal is többet mondok, egyedül kell majd töltenem egy szobában az egész éjszakát. Besötétedett. Hangokat hallottunk a kertkapu felől. Házigazdánk rögtön kiszaladt, neki megvolt a teljes lélek jelenléte, annál inkább hiányzott a milyenk. Két-három percig tartott az egész. Egyedül jött vissza. Azt hittem a maga unokatestvére Hareton, szóltam Ketrénhez. Szeretném, ha már itt lenne, talán pártunkat fogja majd. Három cseléd volt, akiket Trash Cross Grangeből küldtek a maguk keresésére, szólt Heathcliff meghalva, amit mondtam. Csak így kellett volna nyitniuk az ablakot és kiabálni, de esküdni merek ez a kis béka örül, hogy maga ellen, nem így cselekedett. Nyilván boldog, hogy itt maradhat. Megtudván milyen szerencsét szalasztottunk el, átadtuk magunkat a kétségbeesésnek. Heathcliff magunkra hagyott bennünket keserveinkkel egész kilenc óráig. Akkor felszólított, menjünk a konyhán keresztül Zila szobájába. Oda súgtam társamnak, hogy engedelmeskedjék. Onnét talán ki tudunk jutni az ablakon keresztül, vagy a padláson át. De az ablak épp úgy szűk volt, mint a földszinten, s a padlás feljárót nem tudtuk elérni. Fogjuk voltunk, akár csak odalen. Egyikünk sem feküdt le. Catherine az ablak mellé telepedett, és nyugtalanul várta a nappalt. Mély sóhajtással válaszolt csak kérdéseimre, hogy pihenjen le kissé. Én egy szégre telepettem, és nem szüntem szemrehányan sokat tenni önmagamnak kötelességmulasztásaim miatt. Úgy éreztem akkor, elmulasztások miatt zódult gazdáimra minden szerencsétlenség. Ma már tudom, hogy tévedtem, de ezen a borzalmas éjszakán így képzeltem, és így éreztem, még Heathcliff sem olyan bűnös, mint én. Hét órakor Heathcliff feljött megkérdezni, felkelte már Linton kisasszony. Keti rögtön az ajtóhoz szaladt, és azt mondotta, hogy igen. Hát akkor kifelé, szólt Heathcliff, és kinyitván az ajtót, magával rántotta úrnőmet. Én is felkeltem, hogy kövessem, de ráfordította a kulcsot az árra. Kértem, engedjen ki. Türelem, felelte. Mindjárt felküldöm a reggeliét. Öklömmel vertem az ajtót, és dühösen ráztam a kilincset. Ketri megkérdezte, miért tartanak engem bezárva. Azt felelte, próbáljam meg egy óra hosszat elviselni rabságomat. Két-három óráig vártam így, végre lépteket hallottam, azt hittem, Heathcliff jön vissza. Hoztam valami ennivalót, szólt egy hang. Kinyílt az ajtó, és megpillantottam Háretont, egész napra való élelmiszerrel megrakodva. Fogja szólt, és kezembe nyomta a tárcát. Maradjon egy percig, könyörögtem. Nem, kiáltotta. Azzal visszavonult, anélkül, hogy ügyet vetett volna könyörgéseimre, melyekkel elhalmoztam, hogy visszatartsam. Egész nap bezárva tartottak, és egész éjjel, és még egy napig, majd még egy napon át. Öt éjszakát, és négy napot töltöttem el így, anélkül, hogy mást is láttam volna, mint Haretont minden reggel. A börtönőrök mintaképe volt ő, komor, hallgatag és süket minden kísérletre, melyel igazságérzetét vagy szánalmát akartam felkelteni.